Néhány napja feljegyezhettek azok, akik a vendéglátásból keresik a megélhetésüket. Új fejezet kezdődött a vírusvédekezésben, aminek hatására kinyithattak az éttermek, cukrászdák, kávézók belső terei is, igaz csak az oltottak számára. Aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, meg kell elégednie a terasszal vagy kerthelyiséggel. A szabályok betartása a vendéglősök felelőssége. Ebben a kalocsai kávéházban is felpesdült az élet a hétvégén. A vendégek már nagyon örültek neki, és nagyon-nagyon várták, hogy kinyithassunk, valamint a következő korlátozás az volt, ugyebár, hogy bentre azok a vendégek jöhetek, akiknek oltottsági igazolványuk van, és hát ott megosztó voltak a vélemények, és megosztóak voltak a vendégek is, mert volt egy társaság is, akikből két fő be tudott jönni, viszont kettőnek kint kellett maradni, és akkor inkább vittünk ki pokrócot, és kint maradt mind a négy fő. Megosztóak ezzel kapcsolatban a vélemények, de nagyon örülnek a vendégek, hogy jöhetnek végre hozzánk. Nagyon küszködtünk, és nagyon nehéz volt ez az időszak mindenki számára, és nagy fellélegzés az, hogy végre nyithattak a teraszok. Kíváncsian várjuk, hogy mennyire jönnek a vendégek, és továbbra is, amióta megnyitottunk, nagyon-nagyon megemelkedett a forgalmunk, és bízunk benne, hogy ez továbbra is tartható lesz. Voltak, akik a bezárás időszakát fejlesztésre fordították, mint például ez a bátaszéki vállalkozó, aki bővítésre szánta el magát és új vendéglátóhelyet hozott létre. A falusi vendégasztal keretein belül nyitott egység a Nyíki hegyen kapott helyet. Mi egy évvel készülünk erre gyakorlatilag, tehát pont a legrosszabb időben, vagyis hát a legjobb időben, ha úgy nézzük, mert ugye nem is tudtunk nyitva lenni, de legalább addig szépültünk, épültünk, és most hál' Istennek ma úgy néz ki, hogy akkor ma ki is nyithatunk a falusi vendégasztal keretein belül. Bárdos Viktor a nagy nyitást a pünkösdi hétvégére tervezi. Ők is részt vesznek a nyitott pincék elnevezésű rendezvénysorozatban. Nálunk egy ilyen kicsit ilyen kézművesebb gasztró világ lesz, tehát itt a helyben termelt kapirgálós kakasokból lesz kakaspörkölt, vagy a helyben tartott mangalicákból mangalica burger, illetve házisör és a helyben termelt szőlőből bor. Mi egy kézműves házi sörfőzdét szeretnénk. Nem tudom, én mindig olyan voltam, sose állok be a sorba, tehát akinek boros pincéje van, akkor én riktig biztos vagyok benne, hogy sörpincét csinálok. Tehát erre is van igény, úgyhogy nincsen. Szerintem nem lesz semmi probléma az. Én nagyon nagy igény van rá, ugye mindenki nagyon sokáig be volt záró, úgyhogy érezhető, hogy mindenki szabadulna kifelé. Itt jó a levegő, jó az időjárás, reméljük, hogy most már az lesz, úgyhogy mindenképpen vannak megkeresések, de reméljük, hogy ahogy elindult, tehát a hírünk azért legalább úgy terjed, mint a Chilivel kapcsolatban, úgyhogy hamar reméljük, hogy ugyanolyan híresek leszünk, mint azzal. A vendéglátó helyek után a szállodák is arra készülnek, hamarosan megtehelnek a szobák vendégekkel. Május 14-én nyitjuk meg a hotelt és az éttermet egyben. Nagyon-nagyon várjuk, és nagyon-nagyon készülődünk rá. Nagyon hosszú volt november óta a bezárás, illetve hogy be voltunk zárva. Nyilván dolgoztunk itt, sokat a wellness trendbe tettük, meg hát azért háttérmunkák zajlottak, de hát az az igazi, hogyha jönnek a vendégek, és végre már itt lesznek. A szálláshelyek jelentős része rendelkezik olyan éttermi szolgáltatással is, mely nem csak a szálló vendégeket fogadja. Ebben az esetben az oltási rendelkezéseket nekik is be kell majd tartatni. Mindenképpen a mi felelősségünk, hogy ellenőrizzük az oltási igazolványokat, illetve a védettséget. Mi erre felkészültünk, tehát mindenkitől meg fogjuk kérdezni. Nyilván nekünk könnyebb helyzetben vagyunk, mert amikor a hotel vendég jön, ő már, amikor bejelentkezik a hotelbe, elkérjük, tehát akkor ezzel nekünk itt már nem kell foglalkozni, illetve aki az étterembe jön, őtőle akkor vagy megkérdezzük, elkérjük, illetve mi nem vagyunk egy éjszakai szórakozó hely, ahol ez problémát okozhat. A vendéglátók abban bíznak, nem tér vissza a vírusveszély azon szintje, mely újra bezárásra kényszeríteni őket. Az elmúlt hónapok megterhelőek voltak, és akik túlélték a korlátozásokat, már az üzleti forgalom javulását remélik.